Néhány hónapja készültek ezek a felvételek, akkor már dolgoztak a szakemberek az új bölcsöde kialakításán. A felújítás végeredménye egy vadonatúj épület lett, ami most már 24 gyerek ellátására alkalmas. A beruházást végül a terület és településfejlesztési operatív program keretein belül valósították meg. Most 18 gyerekkel tudunk indulni, 24 férőhelyünk van, két szentgyörgyi kisgyermek van, többi faddi, és hát még ha nyilván majd lesz az idén őszre szerint, vagy az idén télre, vagy tavaszra meg fog telni szerintem, tehát a 24 fő ki lesz használva. A község a két csoportos bölcsöde felújítására 132 millió forint támogatást kapott. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, Faddon folyamatosan voltak beruházások. Az elmúlt években mintegy 1,5 milliárd forintnyi forrás érkezett a településre, amiből számos dolgot tudtak létrehozni, fejleszteni. Ennek egy része turisztikai beruházás, itt gondolok a kerékpárútra, ami Tolna és Faddombori között van, illetve ugye ez egy faddi közigazgatási területen, de akár a vízelvezetés, vagy a többi intézmény felújítása, egészségügyi intézmények a felújítása, tehát lehet azt látni, hogy szépül és fejlődik, gyarapodik Fadd községe. A bölcsöde szeptember közepére készült el, majd az engedélyeztetések után november 3-án nyitotta meg kapuit a kicsik előtt.